400 évvel ezelőtt pusztítottak a mongol seregek Magyarországon. Negyedik Béla király serege a Muhi pusztán ütközött meg a tatárokkal. A Sajó Hernád torkolata, a túloldalon Sajó hídvég. Ennek közelében állott az a híd, amelyet Béla király fia, Kálmán herceg védelmezett és a hídon áttörő tatárokat visszaszorította. A győzelem tudatában a magyarok nyugovóra tértek. Másnap hajnalban azonban az alvó tábort a tatárok körülkerítették, és a mai Ónod község közelében lévő Muhi városát is elpusztították. A király a Bükk-hegység irányába menekült. A Sajó folyó mellett épült Poga község, amelyet 1928-ban kereszteltek Muhi névre. Ennek közelében terült el a Muhi puszta, ahol az ütközet lezajlott. A pusztán és a régi Muhi város helyén folytatott ásatások során érdekes tatár és szkíta eredetű leleteket tártak fel, amelyeket a Miskolci Múzeumban őriznek.